Az előző években hosszú hagyománya van annak, hogy ilyenkor télen szakmai konferenciákon, tudományos tanácskozásokon ismertetjük az innovációs kutatási munkánk legújabb eredményeit, a legfrissebb termékajánlatunkat, a különböző kultúrákban bevezetésre kerülő termékeinket. Ennek sajnos a jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudunk eleget tenni, ezért most itt a Corteva irodájában virtuálisan látjuk vendégül a konferencia résztvevőit. Ebben az irodában kialakítottunk a megfelelő távolságtartással, plexifalakkal és egy olyan kis stúdióvilágot, amelyben minden előadásunkat meg fogjuk tartani, de lesznek olyan előadóink, akik a vírushelyzetre való tekintettel nem innen, hanem egy külső helyszínről fogják megtartani előadásaikat. A legújabb termékeink mellett érdekes témákat, külsős előadók előadásait is hoztuk a mai programunkba, aminek első alkalommal a nyitó rendezvénye a Napraforgó a Fókuszban címmel, a Napraforgó növény és e körül a növény körüli legújabb információkkal fogunk jelentkezni. Hamarosan folytatjuk a programunkat. Tisztelt partnereink, köszöntöm Önöket a Corteva Agri Science online konferencia sorozatának első eseményén. Ebben a mai programunkban a Napraforgó van a fókuszban. Én Rik István vagyok, a Corteva Agri Science marketing vezetője, és a mai programunk egy új rendhagyó esemény, hiszen az előző években online konferenciákról nem tudtunk, személyesen találkoztunk, nagy téli rendezvényeken mutattuk be legújabb kutatási eredményeinket, az innovatív új termékeinket. Most ebben a jelenlegi vírus helyzetben, itt a Corteva AgriScience irodájában egy virtuális vendéglátással tudjuk bemutatni ezt a rendezvényünket, és szeretnénk megmutatni, hogyan is hoztuk létre ezt a mai eseményt. Corteva Agri Science nevében szeretettel köszöntöm online konferenciánk minden kedves résztvevőjét. Én Rik István vagyok, a Corteva Agri Science marketing vezetője. Rendhagyó módon most innen a Corteva Agri Science irodájából jelentkezünk, hiszen a jelenlegi járványhelyzet miatt nem tarthatjuk meg személyes részvétellel szokásos téli új termék és innovatív készítmények, nemesítési eredmények és kutatásfejlesztési eredményeinkről szóló bemutatóinkat. Ebben az évben itt a Corteva Agri Science irodájában egy 4 részes online konferencia sorozatot alakítottunk ki, melynek első eseménye Fókuszban a Napraforgó címmel kezdődik, melynek megnyitására felkérem Borsos Lászlót, a Corteva Agri Science ügyvezetőjét, valamint szeretném megkérni, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy a Corteva Agri Science 2030-ig szóló fenntarthatósági vállalásai mit is jelentenek ebben az esetben. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Örülök neki, hogy nagyon sokan sikeresen be tudtak lépni erre a webkonferenciára, és bízom benne, hogy olyan új információkkal tudunk szolgálni mindenkinek, ami eredményesebbé teheti az idei évi gazdálkodását.
kicsit pótolva természetesen a személyes konferenciákon elhangzottakhoz képest, így az éteren keresztüli információ átadással. Ugye, röviden a Corteva technológiáiról és a Corteva cégcsoport hosszú távú, tehát a 2030-ig tartó célkitűzéseit, hogyha végignézzük, láthatjuk azt, hogy nagyon sok olyan lehetőségünk van, amely a 2030-as év keretein belül nem csak a mezőgazdaság konkrét eseményeivel kapcsolatos különböző célok és programok, hanem akár a termőfölddel, a közösséggel, ugye a belső működéssel kapcsolatos programokat is jelenti. Ugye ez az összes célkitűzés és különböző programoknak a megvalósulása természetesen szükséges ahhoz, hogy a mezőgazdaságban az input anyagok eljuttatásával az önök termelésébe egy kerek egészet alkossunk. A részleteket ezekről a célkitűzésekről a Corteva weboldalán mindenki megtalálhatja és át tudja böngészni, részletesen elolvashatja, hogy mikről is szól. Egyszerű a weboldalon a keresőbe beírni a fenntarthatóság kulcsszót, és ki fogja adni önöknek azt a cikket, amelyet idén nyáron jelentetett meg a cég, és felsorolta ezeket az újabb lehetőségeket. Ugye, ami fontos, és ennek a célkitűzésnek a hosszú távú következménye és a hosszú távú alkalmazása, hogy a környezet, az élelmiszeripar és a termelés egysége, és itt szeretnénk egy együttest, egy jól együttműködő munkát, közös munkát végrehajtani önökkel. Ugye nagyon sok területről beszélünk, ezeket a területeket most nem fogom mind részletezni, hiszen az a konferencia sorozat ugye 4 tematikával jár, tehát 4-szer fogunk találkozni, és minden alkalommal a tematikus témakörhöz tartozó egyes kiemelt célokat és programokat fogom megemlíteni. Itt elsősorban, ami az idei, a mai napi, ugye a napraforgó tekintetében, hogy a mezőgazdaságon, hogyha túlnézünk egy kicsit, akkor az allergia elleni küzdelem az, ami fontossá teszi a számunkra azt a lehetőséget, hogy még jobbá az életminőséget javítva, még jobbá tegyük mindenki számára nem csak a gazdálkodást, hanem az általános életfeltételeket is, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy a napraforgó esetében az ambrózia, tehát a parlagfű elleni védekezés az sarkalatos lehet. Évjárattól függően természetesen tudunk nagyon jó és eredményes védekezéseket is elérni a hagyományos technológiákkal. Az utóbbi 3 évben most már olyan lehetőségünk van, ami nem függ az időjárástól, és hogyha valakinek gondja van, és a napraforgó tábláján az ambrózia fertőzés nagyon erősen elindul, akkor lehetősége van egy új technológiával, Corteva által nyújtott technológiával, egy a viballára alapozott gyomírtással ezt az ambrózia fertőzést kontrollálni, és ezzel együtt ugye az allergének kijutását a levegőbe csökkenteni. Nem beszélve arról, hogy így a parlagfő rendelet hatásain belül, hogyha valakinek esetleg későbbiekben gondja lenne azzal, hogy megbüntetnék a napraforgó táblája túl gyomossága miatt, hogy egy ilyen technológiával ezen is túl tud lépni, és egy tiszta napraforgó táblával nyugodtan tud aludni, és nem kell félni attól, hogy valamilyen büntetést fog kapni. Tehát az életminőségünket nem csak azzal tudjuk javítani, hogy csökkentjük az allergéneket, azzal is, hogy tisztább napraforgó táblát adunk a területen, nyugodtabban tudunk aludni, és várhatjuk azt, hogy a napraforgó, ahogyan az idei vagy a tavalyi évben is, remélhetőleg az idei évben is, egy kitűnő, jó jövedelmező növény lehet a mezőgazdaságban. A másik újdonság még, amiről szeretnék beszélni, és ugye a megújulás minden évben egy fontos része a cégnek, hogy az előző 5-6 évben megszokhatták a kedves partnereink, hogy egy AgroAssist applikációval tudtunk szolgáltatást nyújtani. Ezt az applikációt az előző esztendőkben 10 000 felhasználó fölötti bejelentkezéssel tudtuk működtetni.
és bízunk abba, hogy most az AgroAssist megújulásával ez a 10 000 fölötti felhasználói létszám még magasabbá válik, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy tegye meg ezt a változást. Itt arról van csak szó, hogy az AgroAssist régi applikációt, amit itt láthatunk a képernyőn, ugye a Pioneer logóval ellátott AgroAssist applikációt, le kell törölni a telefonjukról, és a törlés után egy újat, a Corteva AgroAssist applikációt újra tölteni, és ez az új applikáció a bejelentkezési névvel és a regisztrált kóddal együtt ugyanazokat az adatokat megtartja, amelyeket a régi applikációban eddig bevitt a kedves partnerünk, és természetesen biztatjuk arra, hogy a következő időszakban még tovább használva az idei évben is vigye be az adatait, segítve ezzel azt az adminisztrációt, amit ugye a tábla szélén, ugye a zsebébe hordott telefonra gyors beírással megkönnyítheti, és nem fogja elfelejteni azokat a munkákat, amiket, hogyha kint gyorsan el kellett végezni, akkor nem papírra kell írni, nyugodtan ebbe az applikációba be tudja írni, és a későbbiekbe lehívni. Ezzel az új változással köszönöm meg mindenkinek a figyelmét, és bízom abban, hogy az elkövetkezendő előadások olyan új információkat tudnak adni mindenkinek, ami hasznossá teszi ezt a következő egy órát, és tudnak belőle olyan új adatokkal, olyan új lehetőségekkel építkezni, amelyek még jobbá, még eredményesebbé teszik az idei esztendőjüket. Köszönöm a figyelmüket, és mindenkinek jó tanácskozást kívánok! Köszönöm az ügyvezető igazgató úr megnyitóját. A 4 részes online konferencia sorozatunk első adásában ma Fókuszban a napraforgó címmel szerveztük meg a programunkat, kértünk fel előadókat. Az elmúlt években a napraforgóban egy jelentős változás következett be a napraforgó termesztésben, a magas olajsavas napraforgó hibridek térnyerése az számottevő növekedést mutatott, és mára már jelentős részarányt képvisel a termőterületből. Hogy miért is fontos ez, és hogyan van az, hogy a Pioneer nemesítésű magas olajsavas napraforgó hibridekben mindig garantáltan, elegendően magas szintet jelent a magas olajsav tartalom. Abelardo Della Vega, a Pioneer európai nemesítő vezetője tartja meg előadását. Ezt az előadást ő angolul tartja meg, ezért a közérthetőség érdekében magyar nyelven feliratoztuk. Hello, good morning everyone. Thank you for being here. Hyolate in sunflower is determined by a single gene that is a mutation that was developed by Soldatov in the former Soviet Union in 1974. If this gene is present in a hybrid, then the oil of that hybrid presents more than 80% of oleic acid, which is the hyolate sunflower oil that is a healthy oil that is particularly used for industrial uses because of the resistance to the oxidation under high temperatures and long cookings. Normally, hyolate sunflower hybrids express, as I said before, more than 80% of oleic acid, but we have to take into consideration that the expression of these traits depends on both the environment and also the genetic background of the hybrid. There are several environmental conditions that modify the total concentration of oleic acid, and the most important are those environmental conditions related to drought and temperature during the grain feeding. If the temperatures, particularly night temperatures during the grain feeding, are high, then we have an increase in the proportion of oleic acid. If they are low, we have an increase in the proportion of linoleic. If any environmental conditions determines a short duration of grain feeding, let's say, for example, an stress at the end of the cycle, then the concentration of oleic acid is going to increase. But if the environmental conditions during the grain feeding are good, there is plenty of radiation, there is a water availability, no diseases or low proportion of diseases, and also the temperatures during the night are particularly low, then the proportion of linoleic acid is going to increase.
This means that in some way the environment is modulating the proportion of oleic acid in our harvest. On the other side, we have to take into consideration the effect of the genetic background. So if the high oleic gene, which is called FAT2, is present in a hybrid, in the interaction with some genetic backgrounds is going to produce, let's say, 83-84% of oleic. In the interaction with other backgrounds is going to produce more than 85-90%, and also in interaction with other genetic backgrounds is going to produce up to 90 or even more than 90% of oleic. So this means that based on the response of the hybrid to the different environmental conditions and the interaction between the gene and the genetic background, we are going to have oleic concentrations that can be low, normal, or high or very high, leading to some instability or some unpredicted proportion of high oleic in the grain that we are harvesting. In the case of the Corteva high oleic sunflower hybrids, we have made a selection over years in order to combine the high oleic genes with the right genetic backgrounds to produce an oleic acid proportion that is about 90%. This means that in every condition that we are planting a Corteva or a Pioneer high oleic hybrid, we are going to harvest a grain with about 90% of oleic or even more, but always, absolutely always, above 85%. This is a guarantee of stability in oleic concentration that guarantee the price of the harvest of a Corteva high oleic hybrid. As you can see in this graphic, here we are comparing some of our most important high oleic sunflower hybrids with three competitors that we cannot disclose the names, but just to show you that on average, our hybrids have always a higher oleic concentration because, as I said before, we have combined the high oleic gene with the high oleic, with the genetic backgrounds that promote the expression or the best expression of the high oleic genes. So thank you very much. Goodbye. A Pioneer magas olajsavas napraforgó hibridek biztonságos magas olajsav szintjét Abelardo de la Vega, az európai nemesítési vezetőnk tudományos eredményekkel, genetikai magyarázatokkal bizonyította. Én azt gondolom, hogy meggyőző az, hogy miért érdemes a magas olajsavas napraforgó szegmensben Pioneer hibrideket vásárolni. Viszont a napraforgó terület egy másik nagyon nagy részét a linolsavas napraforgó hibridek teszik ki, amelyekben szintén újdonságokkal tudunk jelentkezni. A Plexifal túloldalán megkérdezem Tímár Bélát, a Corteva AgriScience vetőmagértékesítési igazgatóját, hogy mi is ez a hibrid, és mivel tudunk jelentkezni ebben az évben újdonságként. Köszönöm István, hogy megkérdezted. Az ilyen alkalmak mindig nagyon fontos események számunkra, amikor a termékeinket használó partnerekkel tudunk találkozni, igazi ünnepnap. Sajnos az ismert okok miatt most csak ilyen körülmények között tudjuk ezt megrendezni, így az ételhullámaink keresztül üdvözlök minden kedves partnerünket, akik ezt a másfél órát arra szánták, hogy a Corteva napraforgó ajánlatát meghallgassák. A 2020-as év, amely a harmadik szezon, a harmadik év volt Corteva kereteken belül, nagyon sikeres év volt a vetőmagértékesítés szempontjából. Különösen igaz ez a napraforgó értékesítésünkre, hiszen az egyik évre a másikra 30%-kal növeltük az értékesítésünket, ami azt jelenti, hogy történelmileg a Pioneer magyarországi története során a legmagasabb szintű értékesítést tudtuk végrehajtani. Ezúton is szeretném megköszönni minden olyan kedves partnerünknek, akik Pioneer vetőmagot vásárolt. Köszönjük a bizalmat, a termékeinkbe vetett bizalmat, a Pioneerba, a Cortevába, a vállalatba vetett bizalmat, és hát természetesen igyekszünk erre 2021-ben is rászolgálni, hiszen arra készülünk, hogy a tavalyi kiváló eredményeket megismételjük, vagy ha van rá mód és lehetőség, akkor akár meg is fejeljük ezeket. Ugye a sportbelkekben emlegetik, hogy a győztes csapaton ne változtass,
így a 2021-es ajánlatunknak a gerincét a 2020-ban ismert hibridek alkotják. Már a szezon elején érzékeltük azt, hogy a napraforgó vetésterület akár növekedhet is, és a linolsavas és a magas olajsav tartalmú hibridek aránya esetleg átrendeződhet, egy kis hangsúlyeltolódás mehet végbe. Ezért nagyon figyeltünk arra, hogy az egyébként is erős linolsavas portfóliónkat új anyaggal erősítsük, és ezzel a kínálatunkat tudjuk teljessé tenni. Nézzük, hogy mi is ez az új hibrid. A Pioneer portfóliónak az új anyaga az LL137-es linolsavas express toleráns hibrid, amely egy erős szárral, félig bókoló tányérállással, nagyon jó agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik. Azt láttuk a környező országok termelési tapasztalataiban, illetve a mi kísérleteinkben, hogy nagyon jól alkalmazkodik a száraz kontinentális éghajlathoz. És hát ha az éréscsoportban való elhelyezkedését, a tenyészidejét nézzük, akkor egyértelműen a korai éréscsoport szegmensbe tartozik ez a hibrid. 41-es RM-számmal rendelkezik, ez az RM-szám a Relative Maturity, a Pioneer nomenklatúrában a napraforgó esetében a tenyészidőt jelenti. Nevezetesen a 41-es szám az azt jelenti, hogy a 50%-os nővirágzástól a fizikai, fiziológiai érésig 41 nap telik el ezen hibrid esetében. Ennél korábbi hibrid a Pioneer portfólióban csak egyetlen egy hibrid van, az LL113, és hogy még inkább tudjátok hova tenni ezt a hibridet, az LL25-nek, illetve az LL136-nak az RM száma 45-ös. Tehát valóban egy korai hibridről van szó, amely gyors leszáradás, egy korai betakarítást tesz lehetővé, amely Magyarországon nagyon fontos, különösen a csapadékos őszi időjárási körülmények között. A szakemberek véleménye alapján nagyon komoly veszteségeket éppen a betakarítási időszak késlekedésével szenvedik el a magyar termelők, a magyar gazdák, tehát ez a hibrid kiváló ajánlat ilyen körülmények közé is. Nagyon fontos a napraforgó esetében a betegségekkel szembeni tolerancia. A Pioneer portfólió nagy többségére jellemző, hogy protektor szádor és protektor peronospora nemesít tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a hibridek. Ezek közé sorolható a 137-es is, és azt tapasztaltuk a kísérleteinkben, hogy a verticilliumra és a breknekrózisra is egy átlagosan nagyobb toleranciával rendelkezik. És hát végül nézzük a legfontosabbat, a termőképességet. A termőképesség tekintetében a 136-oshoz hasonló színvonalú hibridről van szó, amely, mint itt is látjuk, a betakarítási nedvessége az egy kedvezőbb, tehát itt is kijön a hibridnek a koraisága. Tehát ez az új anyagunk a portfóliónkban, és néhány mondatot engedjétek meg, hogy beszéljek a vetőmag ellátása, illetve még a vetőmag ellátás előtt a csávázásról. A Pioneer a csávázás tekintetében a Corteva belkeken belül is a maximumra törekszik, vagyis az iparágban elérhető legnagyobb biztonságot szeretnénk a vetőmagjainkkal eljuttatni a csávázáson keresztül is hozzátok. Ez azt jelenti a napraforgó esetében, hogy Lumigen Standard csávázási technológiával van szinte a teljes portfóliónk ellátva. Ez három hatóanyagot jelent, az Apron XL-t, a Maxim 0-25-öt, és egy biostimulátort, a Lumibio Keltát. Úgy gondoljuk, hogy az iparágban fellelhető egyik legbiztonságosabb technológia ez, és hát a piacon meghatározó szereplőként úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az is, hogy olyan speciális igényeket is kielégítsünk, amely esetlegesen a rovarőszeres csávázása vonatkozik. Így a portfóliónknak két eleme, az LL25-ös és a HL144-es hibridjeinket forszos csávázással is tudjuk ajánlani a kedves partnereinknek. Ha jók az információim, akkor az LL25-ből még vannak elérhető szabad készleteink. Ebben az évben különösen fontos a vetőmag ellátás. Arról tudok beszámolni, hogy megfelelő készletekkel rendelkezünk. Mint látjátok, a linolsavas szegmest erősítettük volumenben is, és a hibridek számát tekintve is, és hát hasonló megnyugtató készletekkel rendelkezünk a magas olajsav tartalmú napraforgó szegmensben, a két hibridünkkel, a HL133-mal és a HL144-jel. Tehát azt tudom mondani, hogy aki a
megbízható, kiváló pajonír genetikát választja, igyekszünk jó minőségű vetőmaggal ellátni, és ami még nagyon fontos aspektus, hogy időben el tudjuk juttatni a vetőmagot, hiszen a készleteink forrását tekintve nagyon nagy volumen az európai forrásokra támaszkodik, tehát a tengeren túli import rizikója az gyakorlatilag nulla a pajonír esetében, tehát jó minőségű vetőmagot, jó genetikai értékű vetőmagot időben el tudunk juttatni a raktáraitokba, és bízunk benne, hogy továbbra is élvezzük a bizalmat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legmagasabb szinten elégítsük ki az igényeiteket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor ezek szerint a vetőmag kiszállítások ütemezetten elindultak. Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Gyakorlatilag január közepén elindítottuk az első szállítmányokat. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan szállítunk a forgalmazói raktárokban, és hát egyes esetekben közvetlenül a termelők raktáraiba, és ezt folyamatosan tudjuk tenni. Tehát akkor hamarosan érkezik a vetőmag, és bízunk benne, hogy a napraforgó egy ragyogó termés potenciála, mint a magas olajsavas, mint ahogy hallottuk, még a legújabb napraforgó hibridek kínálata is bővült, és a linolsavas szegmensben is ragyogó termés potenciállal vethetjük el ezeket a magokat. De ennek a termésnek betakarításra kell kerülnie, odáig, ahogy szoktuk mondani, sokat kínálszik még ez a napraforgó, és bizony különböző okok jelentős termésveszteségeket okozhatnak. Az egyik legfontosabb terméscsökkentő tényező a gyomosodás, mellyel kapcsolatban Benécsné dr. Bárdi Gabriella előadását hallgassuk meg. Tisztelt hallgatóság, kedves gazdálkodó kollégák! Az ember ilyenkor évkezdetkor elgondolkozik, hogy milyen is volt a tavalyi év. Hát én azt hiszem, bármelyikünket tavaly novemberben évvége fele megkérdezhettek, hogy mit is vártunk attól az évtől. Én azt hiszem, elmondhatjuk, minnyáján azt vártuk, hogy végre vége legyen, mert hát mind a személyes hétköznapi életünkben, mind a gazdálkodásunkban annyi bizonytalanság volt, kiszámíthatatlanság, kezdve a vírushelyzettől egészen az időjárási szélsőségekig, hogy most mindenki úgy van vele, hogy a 2021 csak ennél jobb lehet. Napraforgó esetében, és minden olajos növény esetében elmondható, hogy annyira rosszul talán a vírushelyzet magát a termelést tavaly, a mezőgazdaságot sem, a növénytermesztést sem, meg az olajos növény termesztést sem érintette, bár itt is nagy különbség van a különböző kultúrnövények között. Még talán a napraforgó volt, ami valamilyen szinten tavaly a közepesnél talán jobb eredményt adott, és megfelelő jövedelmet is, bár ugye a betakarítása idején már kicsit megnehezült a helyzet. Hát nem érte el azt a termésátlagot, mint 2019-ben, de azért egy elfogadható termésátlaggal számolhatunk. Amit várhatunk ebbe az évbe, biztos, hogy növekedni fog a napraforgóvetés területe Magyarországon is, mert az EU-ban is, meg globálisan is csökkentek a készletek. A legfőbb termőhelyeken olyan 25-30%-kal kevesebb termés jelent meg. A napraforgó olajra igény van, mert bizonyos szegmensekben, élelmiszer előállításban egyszerűen nem helyettesíthető mással, nem lehet helyette mondjuk pálmaolajat tenni, és nyilván azért is növekedni fog a vetésterület, mert hát nem tudtunk annyi búzát elvetni, amennyit szerettünk volna, úgyhogy a helyére vagy napraforgót, vagy kukoricát tervezünk, és hát azt is mondhatom, hogy azért a haszon sem volt annyira rossz rajta, mert aki mondjuk magas olajsavas napraforgót termelt jó minőségbe, az tavaly november évvégén olyan 130-140 ezer forintos tonnánkénti árat is realizálni tudott, ami nem volt annyira rossz, tehát még akár többet is, mint a repcén. Ami még várható, hogy a termesztés technológiában nagyon sok újdonság lesz, új lehetőség, kezdve az új innovatív hibridektől az olyan startelt trágyákig, amíg egyben biostimulátorok is, tehát sok lehetőségünk van, tulajdonképpen csak az érdeklődésünk és a pénztárcánk szab határt, hogy mit alkalmazunk. Ugyanakkor, ha a
magára a nyomszabályozásra gondolok, és azon belül mondjuk a vegyszeres kezelésekre, hát ott inkább szűkülnek, mint bővülnek a lehetőségeink. A napraforgó gyomszabályozását mindenképpen azzal kell megalapoznunk, hogy ismerjük, hogy milyen gyomnövények gyomosítanak benne. Ehhez nyújt segítséget tulajdonképpen Pinke Gyula akadémiai doktorkutató kollega és munkatársainak a felvételezése, ahol több mint 70 szántóföldi és már gyomírtásban részesült napraforgó táblát felvételeztek, és kiderült, hogy melyek azok a gyomnövények, amik a legtöbb problémát okozzák a napraforgóban. Én azt hiszem, senkinek nem meglepő, hogy a parlagfű az első helyen áll, mint ahogy minden kapásban, aminek egyértelmű a terméscsökkentő hatása, és gyakorlatilag a közvélemény nyomására is foglalkoznunk kell azzal, hogy a legfőbb allergén gyomnövény, ahol a tábláink közel vannak a lakott területekhez, netán ennyire közel, mint ezen a fotón, ott biztos, hogy támadások fognak érni bennünket, hogyha nem megfelelően kontrolláljuk ezt a gyomnövényt. Hát azt hiszem, nem mondok senkinek újdonságot azzal, hogy a napraforgóval együtt kelő széles levelű ténhegyesek, tehát a különböző libaparéfajok, disznóparéfajok, keserűfüvek, szertövis, sejemmájva, varjumák, ezek a leggyakoribb problémát okozó gyomnövények. A parlagfűben másodszorban, a parlagfű mellett, másodszorban mondhatom, hogy a szokásos egyszikűek, mint kakaslábfű mellett azért most már egyre gyakrabban jelennek meg a későn csirázó melegkedvelő muharfajok is. Az évelők közül talán a mezei acatot említeném meg, aminek most már a kontrollálására, mióta van erre posztemergens gyomírtási technológia, azért nagyobb lehetőségünk van. Az itt felsorolt fajok mellett azért most már jelentkeznek más problémák is, amelyekkel foglalkoznunk kell, ilyen például a vadkender. Nagyon sokszor a homokos területeken együtt jelenik meg a parlagfűvel, ez az egyik legkorábban csírázó T4-es fajunk, és ugye ne keverjük össze a parlagfűvel, azt csak a laikusok teszik meg, hogy a parlagfűvet vadkendernek nevezik, nagyon korán kell, gyakorlatilag elég rosszul hatnak rá a preemergens gyomírtók, ha pedig jön a posztemergens kezelés ideje, akkor már általában elég nagy, két laki növény, és azt már megfigyeltük, hogy míg a hím kendereket úgy, ahogy a posztgyomírtási technológiák sikeresen kontrollálják vagy pusztítják, addig a nővirágzatú egyedek ellenállóbbak és általában képesek regenerálódni. Tehát nagyon gyakran fordult elő az, hogy a kender gyakorlatilag a virágzás idejére már a napraforgó fölé nőtt, és gyakorlatilag komoly versenytárs is a napraforgóval szemben. Külön problémát jelentenek néhány egyszikű faj, ami évről évre bizonyos területeken megjelenik. Tavaly évben például ilyen volt a vadzab, különösen a korai vetéseknél, mert hogy ez egy korán csirázó gyomnövény, ami elég nagy mélységekből is elő tud jönni a magmérete miatt. Tavaly például a vadzabos területeinken szinte egy időben vagy korábban csirázott ki, mint a napraforgó. Alapgyomhirtás nem hatott ellene, mert nem volt eső, és mire jött a posztemergens gyomhirtás, már túl nagy volt, tehát nagyon sok helyen csak szelektív graminiciddel lehetett ellene védekezni. Másik ilyen kezelendő problémánk a fenyércirok. Nagyon sok helyen van, ugye most már különböző állásgátlókra, szulfonilkarbamidokra rezisztens fenyércirok. Ha ilyen fenyércirkunk előfordul a napraforgó táblán, akkor érezzük kötelességünknek azt, hogy nem hagyjuk a probléma megoldását a deszikálásra, hanem igenis még az állományba védekezünk ellene graminicidekkel. A gyomkontroll elemeit foglaltam össze. A napraforgó gyomszabályozásában összefoglaltam azokat az elemeket, amelyek meghatározó szerepet játszanak. A gyomviszonyokról már beszéltem. Hát én azt hiszem, az előveteménytől a betakarításig minden olyan elemnek van jelentősége, amelyik valamilyen módon a gyomosodást vagy a beavatkozásoknak az eredményességét befolyásolja. Néhány példa, ismernünk kell a talajadottságokat, mert ha nem jó minőségű a területünk, már pedig ilyenek is vannak a napraforgó termesztésben, akkor bizonyos hatóanyagok meghatározott körülmények között fitotoxicitást okozhatnak.
forgatás nélküli technológia gyomosodási vonatkozásaival is foglalkoznunk kell, mert egyre többen alkalmazzuk, és tudjuk, hogy akkor az évelők és az egyciklűek kicsit nagyobb arányba fognak megjelenni, és ne felejtsük el azt, hogy ahhoz, hogy eredményes alapkezelések legyen, ahhoz egy rög- és szármaradványmentes magágy kell, tehát itt kompromisszumot kell kötni, hogy milyen talajművelési technológiát alkalmazunk akkor, ha mindenképpen alapkezelésre is alapozni akarunk. A vetésidővel is játszhatunk, mert azt szerint, hogy mikor vetjük a napraforgót, korábban csirázó vagy későbben csirázó gyomok jelennek meg. Ha a vetés minősége jó és egyenletesen kell a napraforgónk, ez tavaly egyértelműen kiderült, az már fél siker a későbbi gyomírtásba. Olyan helyzet áll elő, mint tavaly, hogy volt sziklevelestől 8 levelesig néhol minden egy táblán, ott már sikeres a gyomírtás, még a legjobb időzítés meg kombináció ellenére se lehet jó. Ilyen példa tavalyról korai vetésnél a libatopféléknek a tömeges megjelenése, vagy késői vetésnél a későn csirázó pirókújas muharnak egy tömeges megjelenése és kibújása a posztgyomírtási technológia alól. Látjuk azt, hogy a különböző herbicides kezeléseket az időjárási viszonyok erőteljesen befolyásolják, ha más nem azért, mert az időzítését megnehezítik. És gyakorlatilag a herbicides kezelések mellett hát még a sorközműveléssel tudunk beavatkozni, de ez legtöbbször csak kiegészítési, meglevegőztetési céllal. Az időjárási viszonyok nagyon megcsalnak minket, mert tavaly olyan hívünk volt, hogy gyakorlatilag a prekezelések egyike se hatott, mert vagy nagyon kevés, vagy nagyon kis mennyiségben lehulló csapadék volt. Előtte való évben meg pont ezzel ellenkező, ott meg 100 mm fölötti csapadékok hulltak, akkor azért volt nehéz elsősorban a posztemergens időpont megválasztása. És hát ami megkerülhetetlen kérdés, az az üröm-levelű parlagfű. Ez az a növény, ami ellen mindenképpen védekeznünk szükséges, mert ez olyan másfél-két tonna közötti hektáronkénti terméskiesést is okozhat, és a vizsgálatok szerint 10 darab per négyzetméter már 37%-os terméscsökkenést okoz, és ennél jóval több fordul elő ugye a mezőgazdasági területeinken. A kérdést nem tudjuk kikerülni, mert most már az utóbbi 8-10 évben mindig 600 ezer hektár fölött van a napraforgó, tehát mindig lesz olyan területünk, ahol biztos, hogy előjön a parlagfű. És gyakorlatilag tudjuk azt, hogy bármilyen talajt nézünk, a néhány száztól a néhány ezerig ott van négyzetméterenként a parlagfű mennyiségben. Nagyon ritkán jön össze az, hogy az alapkezelés ilyen tökéletes hatást adjon, mert hiszen annyi parlagfű van már a területen, tehát ez nagyon ritkán jön össze. Tavaly előtt volt ilyen, ha valaki jól időzített, hogy majdnem ilyen tisztaságú területeket kapott. Az is nagyon ritkán jön össze, hogy a parlagfű egyszerre csirázunk ki, ami sokkal gyakrabban fordul elő, hogy egyszerre van sziklevelestől 8 levelesig minden, és tudjuk azt, hogy a szikleveles, 4 leveles, max. 6 levelesen lehatnak a posztemergens kombinációk, utána már mindenképp van regeneráció, valamennyi túlélő. Ha a napraforgó állományunk nem zár időben, túl sok teret enged ezeknek a túlélőknek, vagy ha az alapkezelés sem hatott, akkor nagyon könnyen előállhat ilyen helyzet, mint amit ezen a fotón látunk már május végén. Ez a napraforgó a későbbiekben már nem tud megküzdeni a parlagfűvel, és akkor jön a büntetés és a bemérés. Ami lehetőségünk volt tavaly óta, a viballa, szükséghelyzeti engedéllyel való használata, amit én is megtettem, több kísérletbe is beállítottuk, illetve termelőknél megnéztük. Én azt hiszem, a képek magukért beszélnek, gyakorlatilag még az egészen fejlett napraforgó esetében is megfelelő, nem csak pusztító, de megfelelően gyomkorlátozó hatást lehetett elérni. Ugyanez igaz volt sejemmájva esetében, de egészen nagy már virágzás közeli libaparé, vagy majdnem hasonló bimbós szerptő is esetében is jó eredményeket kaptunk. A kender érdekes, több kollega kérdezte, hogy mennyire számíthat a kender ellen viballára. Én azt mondom, megbízható, korlátozó hatást kapunk, különösen nővirágú egyedek többsége azért nem pusztul el, de olyan szinten megtorzul, hogy már nem jelent versenytársat a napraforgónak, tehát valamilyen szinten megoldja tulajdonképpen ezt a problémát is. Nyilván
Szoknunk kell azt, hogy bizonyos fajta tünetekkel együtt jár ez a kezelés. Tudunk mi magunktól is ennél rosszabb tüneteket produkálni. Több éve nem tartjuk be azt a szabályt, hogy egyszikű irtókat ne kezeljünk ezekkel az ALS-gátlókkal, ne keverjük össze. Lehetőleg, ha lehet, akkor még ne tegyünk hozzá plusz nedvesítőt, mert ezzel olyan fitotoxicitást idézünk elő, ami biztos, hogy gondot fog okozni, és ez nem múlik el, mint a viballánál. Hasonlóan nem múlik el az se, ha nem figyelünk oda, és nem megfelelően kimosott permetezőgéppel megyünk mondjuk a kukoricából a napraforgó kezelésekbe. Mindezeknek azt hiszem az az összessége, és az a tapasztalat, hogy ahhoz, hogy sikeres napraforgó gyomszabályozásunk, gyomkontrollunk legyen, ahhoz alkalmazni kell az összes olyan agrotechnikai elemet, ami a napraforgó minél versenyképesebb kelését, növekedését biztosítja. Amikor döntünk, hogy milyen hibridet vetünk, azt alapozzuk a gyomflóra ismeretére, alapozzuk a termőhelyi adottságaink ismeretére, és próbáljunk meg a döntésünkben figyelemmel lenni az időjárási körülményekre, és az utolsó képek mutatják azt, hogy bizony mindig szigorúan tartsuk be a gyártók növényvédelmi ajánlásait, a herbicidek engedélyjogiratait, csak azokat a megoldásokat alkalmazok, amik már kipróbáltak és engedélyezettek, és akkor nagy problémánk nem lehet a napraforgó termesztésben. Nagyon szépen köszönöm, és kívánok mindenkinek nagyon sikeres termesztési évet. Nagyon köszönjük Benécsné dr. Bárdi Gabriella, címzetes egyetemi docens, méltán magas színvonalú előadását a napraforgó gyomosodásáról. Előadásában kiemelte, hogy a parlagfű különösen nagy termésveszteséget tud okozni, illetőleg a parlagfű ellen elég nehéz a védekezés hagyományos gyomírtószerekkel. Viszont a közelmúltban forgalomba került új, eseti engedéllyel alkalmazható készítményünk, a Viballa, amelynek magyarországi tapasztalatairól felkérem dr. Lukács Domonkos gyomírtószer termékmenedzserünket, hogy tartsa meg ismertetőjét. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Jó hír, hogy a Viballa nevű termékünk az idén is rendelkezésére áll a termelőknek, ugyanis már megkapta a szükséghelyzeti engedélyét az új szezonra, ami azt jelenti, hogy május 1-től július végéig bátran használható, mindenkinek rendelkezésére fog állni. Nagyon fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy az idei évben már nem szükséges bejelenteni a Viballa felhasználását a kormányhivatalok felé, és ez miatt nem is kell regisztrálni a korábbiaktól eltérően a Corteva honlapján. Azonban felhívom a figyelmüket, hogy a megváltozott termékcímke, a frissült termékcímke és az új szükséghelyzeti engedély továbbra is elérhető a Viballa honlapjáról. Kiemeltem a legfontosabb tudnivalókat a felhasználásáról. A Viballa ugye a napraforgó kultúrában kapott engedélyt parlagfű ellen, 1 liter per hektáros dózisban, a napraforgó 6 valódi leveles állapotától a csillagbimbós állapotig. Nagyon fontos, hogy mindenféle termesztési célú napraforgóban nyugodtan lehet használni a Viballát, így a hagyományos hibridektől elkezdve egészen a toleráns hibridekig, legyen az Imazamox vagy Express toleráns. A készítmény kiuttatására optimális időpont a parlagfűnek a 6-8 leveles fejlesztsége, de a benne lévő Arylex hatóanyagnak köszönhetően még a nagyon fejlett, akár 30 cm-es parlagfű egyedeket is kiváló hatékonysággal tudja a Viballa kontrollálni. Ahogy Bárdi Gabriella előadásában hallhattuk, a napraforgóban a parlagfű egyedek különböző fejlettségi stádiumban lehetnek jelen, ezért nagyon fontos, hogy a Viballa bármelyik fejlettségi stádiumú parlagfű ellen jó hatékonysággal alkalmazható. Fontos, hogy a Viballa termékünk nedvesítőszert tartalmaz, ezért nem szükséges, nem kell semmilyen adjuváns nedvesítőszer hozzáadása a tankeverékhez. Fontos, hogy egyelőre nem keverhetjük semmilyen más növényvédőszerrel, célszerű önmagában kiuttatni. A Viballa használata vetésforgót nem befolyásolja. Azonban a Viballával nem csak a parlagfű írható nagyon eredményesen, kiemelkedő hatékonysággal rendelkezik fehér libatop, sejemmájva, szertövis és az említett, Bárdi Gabi által említett vadkender ellen is. Tudjuk nagyon jól, hogy a parlagfű az nem csak a mezőgazdasági területeken jelent gondot. Európában
most már, de szerte a világon nagyon-nagyon sok azoknak az embereknek száma, akik a parlagfű pollenjére allergiásak. A mezőgazdasági területeken a parlagfű borítása továbbra is jelentős, amit láthatunk az elmúlt újvárosi féle gyomfelvételezések eredményeiből, ugyan csökkent valamelyest a 2007-2008-as felvételezésnél a borítottsága, de még mindig így is jelentős, első helyen szerepel szántóföldjeink gyomnövényei között. Amikor a gazdákat megkérdeztük, hogy melyik gyomnövények jelentik a napraforgó termesztésükben a legnagyobb gondot, ők is a parlagfüvet emelték ki messze első helyre, megelőzve ezzel a nehezen írtható mezei acatot, szertövist, fenyércirkot vagy akár a sejemmájvát. Tehát a parlagfű az továbbra is nagy gondot okoz, mind a humán egészségügyi szempontból, mind pedig mezőgazdasági területeinken. Nagyon fontos, ahogy Borsos László úr is említette a bevezető előadásában, hogy a napraforgók egészségi állapota az mindannyiunk közös érdeke, de erre törvényi kötelezettség is szorít bennünket, hiszen a parlagfűnek a virágzását megakadályozni most már nem csak nyár közepéig kell, hanem teljes évben fenn kell tartani ezt az állapotot. Tenyészedényes vizsgálatokat mutatnék be a vibalának a hatékonyságáról. Ez még a szolnoki kísérleti telepen készült felvétel. Itt jól láthatjuk a kezeletlen kontrollhoz és két másik standard készítményhez képest a vibalának a nagyszerű hatékonyságát a parlagfű ellen, de természetesen nem csak a tenyészedényes kísérletekben bizonyított a viballa, hanem a kisparcellás vizsgálatokban is, még extrém magas parlagfű fertőzöttség esetén is. Ezt a hatékonyságát meg tudja tartani a vegetáció végéig, itt ezen a képen a betakarítás előtti napraforgót láthatjuk nagy parcellás kísérleteinkben, és hát természetesen mindezt tudja szántóföldi körülmények, üzemi körülmények között is. Egy hetesi napraforgóban végzett viballa kezelésnél láthatjuk itt a képen az elhalt múmiákat, ami a fertőzöttség mértékére enged visszakövetkeztetni. És hát szemmel láthatóan ennek a kollégáink is rendkívül örülnek, de nem csak az ő örömükben lehet osztozni, hanem a termelők is nagy megelégedettséggel használták az elmúlt években is a viballát. Látszik a balatonszemesi kezelés eredménye, vagy akár az alavári kezelés 22 nappal a kezelés után nagyon jó eredményt adott. Megkérdeztük a termelőket, hogy nekik mi a véleményük, mennyire voltak elégedettek a viballa teljesítményével. Egy 10-es skálán értékelték a viballát, ami azt jelenti, hogy a 10-es érték volt a legjobb hatékonyság, és az 1-es a legrosszabb. Látszik, hogy a visszajelzések döntő többsége az gyakorlatilag az első három kategóriában benne volt, tehát közel felük tökéletesen meg volt elégedve, és majdnem 75%-uk abszolút meg volt elégedve a viballának a teljesítményével, ami miatt aztán a termékünket természetesen másoknak is szívesen ajánlanák. Amikor megkérdeztük a termelőket, hogy mondjanak néhány gondolatot a termékről, akkor ezek voltak a legfontosabbak, hogy nagyon jó hatásfokkal dolgozik, fontosnak tartották, hogy a parlagfű a hatásspektrumban van, hogy a nagy parlagfű ellen is tökéletesen működik, és hogy arathatóvá vált ezáltal mindegyik napraforgó tábla, tehát biztonságossá teszi a napraforgó termesztését. Amikor a technológiába szeretnénk illeszteni a viballát, akkor nagyon fontos, hogy milyen hatást gyakorol a termésre, hiszen ez a vége a termesztésünknek, ezért csináljuk gyakorlatilag a termésért és az olajtartalomért. Itt látjuk, hogy a csak preemergens és a preemergenst követő posztemergens kezelést is tudta überelni egy jó hatékonyságú preemergens kezelés után időben alkalmazott, időben kijuttatott viballás kezelés. Hogy miért hangsúlyozom ezt, hogy időben kijuttatott? Ugye a viballát a napraforgó fejlettségére tekintettel és a parlagfű fejlettségére tekintettel is viszonylag sokáig ki lehet juttatni, azonban nem érdemes vele sokáig várni, hiszen a parlagfű növények, de akár az összes többi gyomnövény is ott van a napraforgóban, ezáltal vizet, tápanyagokat von el a kultúrnövényünktől. Itt látszik ezen az ábrán, hogy az optimális időzítés, tehát a valódi leveles állapot körül kijuttatott viballa sokkal jobb hatékonyságú hatású a termésre. Ez nem a fitotoxicitásának vagy a napraforgóra gyakorolt
hatásának köszönhető, hanem annak, hogy időben kikapcsoltuk a gyomkonkurenciát, időben megfékeztük a gyomoknak a károsítását. Szeretném felhívni a figyelmüket a napraforgóban engedélyezett többi termékünkre is. Az Optimo Care-ről nem sokára lesz majd szó a későbbiekben itt a konferencián belül a mai nap folyamán. Én mindenkitől azt szeretném kérni, hogy használják bátran a termékeinket, tartsák tisztán és egészségesen a napraforgóikat, hogy az idei évben is sikerüljön jó árbevételt realizálni ezen a növényen. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm dr. Lukács Domonkos előadását a Viballa 2020-as évből a felhasználói tapasztalatokról szóló összefoglalóját. Tehát a Viballa ezek szerint most már ismét rendelkezik eseti engedéllyel, ettől az évtől ismét hozzáférhető, és ha jól hallottuk, akkor egy könnyített eseti engedély áll a rendelkezésünkre. Igen, hát ugye ez nagyon fontos lépés. Az előző két év gyakorlatát annyiba tudtuk megváltoztatni, vagy lehetőségünk lett arra a NÉBI által jóváhagyott új eseti engedélybe, amit ezúttal is köszönünk nekik, hogy nem kell regisztrálni a Viballa felhasználás előtt. Tehát az a weboldalas regisztrációs procedúra, ami a tavalyi esztendőben még szükséges volt a felhasználáshoz, az most már nincs. Tehát nyugodtan bárki használhatja, amikor a gyomviszonyok azt indokolják, akkor mindenképpen számoljanak ezzel a termékkel és vásárolják meg. Ugye május 1-e után lehet megvásárolni ezt a terméket és majd felhasználni a megfelelő optimális időszakban. Tehát akkor a napraforgó termését veszélyeztető gyomosodás és azon belül is az egyik legnagyobb termésveszteséget a legáltalánosabb gyomnövény ellen, a parlagfű ellen ma már egy kiváló hatékonyságú termék a Viballa elérhető ebben az évben is a gazdálkodók részére. De mégis mi az a probléma, ami még tovább veszélyezteti a napraforgó termését? Ez nem más, mint a kortani problémák, amik szinte már a vetéstől ott leselkednek, de mint ahogy tudjuk, a Pioneer napraforgó hibridek, azok a peronospora elleni toleranciával rendelkeznek, tehát protektor minősítéssel kerülnek forgalomba. Viszont a többi kórokozó ellen védekeznünk kell. Felkérjük Magyar Péter fejlesztő mérnökünket, hogy tartsa meg előadását. Köszöntöm a kedves résztvevőket. Engedjék meg, hogy a következő pár percben ismertessem önökkel a Corteva fungicid technológiáját napraforgóban. Először is szeretnék önöknek egy áttekintést nyújtani, hogy melyik is azok a kórokozók, amelyek veszélyeztethetik napraforgó állományunkat. Az itt jelenlévő kórokozók mindegyike levél, szár és tányérbetegségeket képes előidézni. Hazánkban jelen van a diaportés szárfoltosság, az alternáriás levél és szárfoltosság, a fómás szárfoltosság és a fehérpenésze szártő és tányérrothadás kórokozója. Ezen kórokozók jelenléte, megjelenésük és kártételük mértéke évjáratonként változó. Gyakorlatilag bármely fenológiában számíthatunk megjelenésükre, és rendkívül sokszínű tüneteket képesek okozni. A sikeres napraforgó termesztés kulcsa az időben elvégzett, előrejelzésre alapozott preventív védekezés. Azonban, hogyha megcsúsztunk a kezeléssel, és a fertőzés már kialakult, akkor célunk a kórokozó továbbterjedésének megakadályozása. A Corteva napraforgó fungicid technológiája az Optimo Care nevű készítményen alapul. A készítményt egy vegetációs időben legfeljebb két alkalommal lehet felhasználni, hatleveles állapottól citromérésig. Technológiai javaslatunk a következőképpen alakul. Az első kezelést hatleveles állapotban szükséges megejteni 0,7 liter per hektár dózisban. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kezelés elengedhetetlen a napraforgó megvédése, hatékony megvédése érdekében. A második kezelést csillagbimbós állapotban szükséges elvégezni 1 liter per hektár dózisban. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a vegetációs idő előre haladtával mindig a magasabb dózis részesítsük előnyben a nagyobb zöldtömeg, a sűrűbben záródó állomány, valamint a párásabb mikroklíma következtében. Illetve egy fontos tényre szeretném felhívni a figyelmüket, az pedig a lémennyiség megválasztása. Tapasztalati tény, hogy a nagyobb lémennyiség kiutatásával javul a fungicidek hatékonysága. Az Optimo Care esetében a javasolt kiutatási lémennyiség 300-400 liter per hektár. Az Optimo Care
kettős hatással rendelkezik. Rendelkezik először is egy gombaölő hatással, illetve egy élettani hatással. A készítményben található piraklostrobin hatóanyag az egyik legerősebb strobilurin hatóanyag a piacon. Széles hatásspektrumának köszönhetően az első dián felvázolt valamennyi kórokozó ellen biztos megoldást nyújt. A gombák életfolyamatában több ponton képes beavatkozni. Először is gátolja a spórák csírázását, továbbá leállítja a gombák sejtlégzését. És ahogy említettem, élettani hatása is rendelkezik, a teljesség igénye nélkül felsorolnék párat. Növeli a növények fotoszintetikus aktivitását, javítja, serkenti a növények nitrogénanyag cseréjét, lassítja az öregedést az etilén nevű hormon csökkentésével, termelésnek csökkentésével, ezáltal a növényeknek több idejük marad a különböző tápanyagoknak a beépítésére, a szárazanyag beépítésére. A készítmény használatával különböző antioxidáns enzimek szabadulnak fel a növényben, melynek hatására a különböző stressz hatásokat jobban átvészelik. És az élettani hatásra szeretnék egy gyakorlati példát hozni. Fejlesztő mérnök kollégák az előző években 9 magyarországi kísérlet során vizsgálták, hogy egészséges, kórokozóktól mentes állományban az OptimoCare kijuttatásával sikerül-e terméstöbletet elérni. Bebizonyították, hogy az OptimoCare korai 0,7 liter per hektáros dózisával akár 8% terméstöbletet is el lehet érni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kísérlet beállítása során a kezeletlen parcella is fertőzéstől mentes, egészséges volt. Most pedig vizsgáljuk meg a napraforgó állományunkat. Ahogy említettem, az OptimoCare serkenti a nitrogén anyagcserét, ezáltal a növények több nitrogént képesek felvenni a talajból, melynek egy részét eltárolják és a kedvezőtlen időszak során felhasználják. Az OptimoCare használatának köszönhetően a lombozat sokáig zöld marad, hosszabb ideig tart a fotoszintézis, ezáltal több idő jut a tápanyagoknak a beépítésére a termésbe. És most vizsgáljuk meg közelebbről a tányért. Amint láthatják a jobb oldali képen, az OptimoCare-rel kezelt állományban, a tányérok középső régiójában a virágok termékenyülése sokat javult, ezáltal a kaszattal való berakódása is jobb volt. És mindez az OptimoCare pozitív élettani hatásának köszönhető. Egy tavalyi fejlesztői kísérletet szeretnék önöknek bemutatni, mely Balatonszemesen került beállításra. A kép bal oldalán a kezeletlen kontrollt láthatják, jobb oldalon pedig a 0,7 liter per hektárral kezelt állományt láthatják. A kezelt állományban megfigyelhető, hogy egy-két levél emelettel több zöld levél látható, ezzel szemben a kezeletlen kontrollban ugyanezeken a levél szinteken már elszáradt leveleket láthatunk. Szintén egy fejlesztői kísérlet a tavalyi évből, ez Debrecen látóképen került beállításra, bal oldalon a kezeletlen állomány, jobb oldalon pedig a kétszeres kezelésben részesített állomány látható. Ahogy láthatják, szeptember elején járunk, a kezelt állományban az asszimiláló felület még teljes, itt még javában zajlanak a beépítő folyamatok. Ezzel szemben a kezeletlen állományban a vegetáció végére ért, a levelek már elszáradtak, a beépítő folyamatok befejeződtek. És miért is ajánljuk önöknek az OptimoCare-t? Ahogy említettem, a készítményben található piraklostrobin hatóanyag az egyik legerősebb strobilurin a piacon, erős gombaölő és erős élettani hatással rendelkezik. Kiváló hatékonysággal bír a különböző levél, szár és tányérbetegségekkel szemben. Nagyon jó ár-érték arányjal rendelkezik a versenytárs termékekhez képest, és végezetül jó hír, hogy jól kombinálható a Corteva gyomirtási technológiájával, ugyanis tankombinációban kijuttatható a Viballával. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm Magyar Péter fejlesztőmérnökünk előadását a napraforgó kórokozóival kapcsolatban, illetőleg az OptimoCare gombaölőszer részletes ajánlót ismertette. Kérdezték a chatben, hogy az OptimoCare esetében egy nagyon jelentős élettani hatással találkoztunk, hogy az, aki nem két gombaölőszeres védekezést tervez, akkor melyik időpontban javasoljuk az OptimoCare alkalmazását? Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon jó és praktikus kérdés. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy az első kezelés az, ami az első számú és a legfontosabb, hiszen az elmúlt 20-25 éves kísérletek alapján azt látjuk, hogy a gombaölőszeres kezelés a napraforgóban a 6-8 levélpáros állapot környéki, vagy azután egy kicsivel kijuttatott gombaölőszeres kezelés az 20-40% közötti terméstövletet tud adni időjárástól függően természetesen.
Ugye a második kezelés a csillagbimbó a virágzás körüli időszakban pedig ugye 5-20% közötti. Tehát egyértelmű, hogy a legnagyobb megtérülése ezeknek a kezeléseknek az első kezelésnél van, tehát a 6-8 levélpáros állapotú kezelésnél. Nagyon szépen köszönöm. Itt igazából, ha a napraforgóban megfelelő fajta választással és utána egy hatékony növényvédelemmel szeretnénk élni, akkor szükségünk van azokra a termékekre, amelyeket a Corteva kínálatában is meg lehet találni, tehát egy kiváló vetőmagra, illetve növényvédőszerekre. Hogy milyen módon lehet ezekhez a növényvédelmi, illetőleg vetőmag termékekhez hozzájutni, ezt azt gondolom, hogy egy kedvezmény programban ajánljuk a termelőjük részére. Hiszünk abban, hogy egy vetőmagra hatékony növényvédelmi technológiára alapuló gazdálkodás sikeresebb eredményt tud hozni. Viszont, hogyha ezeket a termékeket külön-külön is kedvezménnyel lehet megvásárolni, például a Pioneer kukorica vagy napraforgó vetőmagok esetében ezt a kedvezményt elérhetik a vásárlóink, vagy külön a növényvédelmi készítményeinkre, gyomírtószerre, gombaölőszerre, vagy a nitrogén menedzsment területén használható termékekre, akkor ha mindezeket együtt egyfajta technológiai összhangban integrált ajánlatban veszi igénybe valamelyik partnerünk, akkor egy külön technológiai bónusz kedvezményt tudunk nyújtani. Ennek a napraforgóban a napraforgó magasolajsavas hibridek esetében is, illetőleg a linolsavas hibrid választékunk esetében is, még az új hibridekre is kiterjedő kedvezményt tudunk biztosítani, illetve a Clearfield technológiában használható készítményünk mellé, hogyha valaki gyomírtószert vásárol, akkor él ez a technológiai bónusz kedvezmény. Természetesen akkor, hogyha a vetőmagokhoz egy hatékony gombaölőszer, például az Optimo Kert, vagy egy kiváló parlagfű elleni készítményt, a Viballát is használja valaki. Felhívom a figyelmet, itt a Perenál is használható még ebben az évben, ebben a kedvezmény konstrukcióban. Mik a feltételei annak, hogy valaki kedvezményesen vásárolja meg a kiváló nemesítésű Pioneer vetőmagokat, illetőleg a hatékony Corteva növényvédelmi készítményeket? Ennek a feltétele, hogy egy vásárlási szándéknyilatkozatot töltsön ki a területi képviselőinkkel, szaktanácsadó agronómusainkkal. Ennek a vetőmagok esetében a lezárása, a megerősítése március 31-e, a növényvédelmi készítmények esetében pedig május 15-e lesz. Abban az esetben, hogyha szándéknyilatkozatban rögzített termékek megvásárlásra kerülnek, akkor ezeknek a vásárlási határideje az június 30-áig meg kell, hogy történjen. Mindezeknek a vásárlásoknak az igazolására pedig a számla másolatokat szeretnénk, ha beküldenék a partnereink, melynek a határideje pedig július 30. A továbbiakban részletes információval szolgálnak területi képviselőink, kérjük, keressék őket, forduljanak hozzájuk. A Corteva technológiai bónuszprogram mellett ma már említett újdonságunk a Corteva AgroAssist alkalmazása, amely megújul, és egy új formában letölthető már az iOS, illetőleg a Google alapú telefonokra egyaránt. Itt az AgroAssist fő funkciói már ismertek. A fő képernyőn nagyon jól látható, hogy a gazdálkodást egyik legjobban befolyásoló körülmény a csapadék adatok, külön-külön az ország bármelyik részén a termőhelyhez legközelebb eső automatikus meteorológiai állomásról folyamatosan frissülnek, melyeket azonnal összehasonlíthatunk az előző évek információival, hiszen a grafikonon látható, hogy mennyi volt az előző évek legalacsonyabb értéke, mennyi volt az előző évek átlagos csapadékszintje, éves csapadékszintje, illetve mennyi volt az a maximum, ami a közelmúltban ehhez a termőhelyhez közel levő mérőhelyszínen mérésre került, és látjuk az év folyamán, különösen a tenyész időszakban a lehulló csapadék mennyiségét tudjuk követni. Emellett természetesen aktualitások, például a vetéshez rendkívül hasznos talajhőmérsékleti információkkal szolgálunk március közepétől április végéig, amikor a
talaj hőmérséklet bizony meghatározza, hogy elkezdődhet-e a vetés. További információkat a naptár funkcióban a csapadék mellett a nedvességet, akár öntözéssel, hogyha kijuttatjuk, akkor ezt is tudjuk követni. A szántóföldi különböző munkálatokat, a talajelőkészítés, vetés, növényápolás vagy egyéb tevékenységeket tudjuk rögzíteni. Emellett a növényvédelem vagy akár a kártevők, kórokozók megjelenését is tudjuk ebben rögzíteni. Ezt egy egyszerű exporttal a webes felületről pedig bármikor ki tudjuk nyomtatni. Mindemellett természetesen elérhetők területi képviselőink, akár a vetőmagértékesítési, akár a növényvédőszer értékesítési csapatunk. Kérem, aki még nem használta, próbálja ki, egy hatékony segítség a gazdálkodásban. A programunk során azt gondolom, hogy ennek az alkalmazásnak a részleteiről még később is fogunk tudni beszélni, de érkeztek kérdések, amelyeket szeretnénk megválaszolni. Az egyik ilyen kérdés az még egyszer megérkezett, hogy a Viballa készítmény, örülünk, hogy megvan már az eseti engedélye, kérdezik, hogy mikortól vásárolható meg. Igen, ugye a vásárlás, tehát a konkrét kiszállítás a kereskedő partnereinktől az május 1-e utántól történik meg, de ez nem lehet akadálya annak, hogy előrendelésben az igények leadásában a kereskedő partnereinket már most föl lehet hívni, le lehet adni a rendelést, hogy számítanak rá erre a termékre, és hogy szerezzék be tőlünk, legyen raktáron, hogy a május 1-i utáni indulással minél hamarabb az önök rendelkezésére álljon ez a termék. Tehát akkor már megrendelhető, de még nem vásárolható meg. Tehát a készítmény hozzáférhető lesz május 1-től a kereskedőknél. A következő kérdés, ami érkezett, hogy a fenyércirok ellen mit javaslunk, vagy mit javasolunk alkalmazni, illetőleg van-e veszély, ha viballával kezeltünk hibrid szülővonalakat vetőmag előállítás esetén? No, hát itt, hogy ez a két kérdést vegyük külön, tehát az első kérdés a fenyércirok elleni védekezés. Ez egy komplex rendszer. Ma a napraforgó tematikáról beszélünk, tehát a napraforgóban mit tudunk ajánlani. A Corteva technológiai csomagban a Perenal említésre került. Hogy a Perenal a mostani dózisa szerint, ugye a fél literes hektáronkénti dózisával, hogy a magrókelő fenyércirok ellen nyújt biztos védelmet. Tehát ha valakinek magrókelő fenyércirka van, azt egyértelműen ezzel meg lehet oldani. Viszont, hogyha évelő van, akkor egyéb speciális egycikiirtót kell, hogy ajánljunk, tehát azt mindenki nézzen utána, és ami elérhető az ő számára, azzal dolgozzon. Ami még fontos a Perenal esetében, hogy a Perenal, hogy az Európai Uniós felülvizsgálatok eredményeképpen az idei esztendőben van utoljára forgalomba, tehát nyárig, nyár közepéig, július 1-ig meg lehet vásárolni ezt a terméket, és a felhasználása pedig a következő év nyaráig történhet meg, tehát aki Perenalban gondolkozik, akár most a napraforgó esetében, vagy akár a későbbiekben ősszel a repcébe a kalászos árvakelés miatt, akkor nyugodtan vásárolja meg június folyamán legkésőbb. Felhasználás az természetesen engedélyezett, ez azt jelenti, hogy akár jövő évben is a tavasszal még tud védekezni ezzel a termékkel, de elérhetővé csak az idei évben tudjuk tenni. A másik kérdés, ugye a viballa és a hibrid előállítás, tehát a vetőmag előállítás. Itt egyértelműen azt arra kérnék mindenkit, hogy a fajta tulajdonosokkal egyeztessen, és a fajta tulajdonosok által jóváhagyott vonalakra lehet ezt a terméket használni, tehát ez mindig az ő felelősségük, az ő általuk kiadott technológiában működik. Ugye azt tudjuk, hogy a hibridekben, tehát a forgalomban levő hibrideknél nincs különbség abban, hogy clearfieldes vagy express toleráns, vagy normál, nem herbicid toleráns napraforgó esetében használjuk ezt a terméket, ott bármelyikben lehet használni a hibridek esetében. A vonalaknál én arra kérek mindenkit, hogy a fajta tulajdonossal egyeztessen, mielőtt a védekezést megteszi. Köszönöm szépen. Ami fölmerülő kérdés még, hogy Abelardo de la Vega előadására kérdezték itt vissza, hogy akkor a
Pioneer magas olajsavas napraforgóiban ez egy 85% felett szinte minden termesztési körülmény mellett garantált ez a magas olajsav tartalom. Mik azok a Pioneer hibridek, amit most ajánlunk magas olajsavas választékunkból? Hát ugye a Béla által említett HL144 és 133-as termékek működnek, tehát ezekkel lehet az idei esztendőben is dolgozni, és a természetesen hogy a kollégáink, a piacon a elérhető eladó kollégáink meg tudják mondani mindenki számára, hogy melyik termék milyen szinten érhető el, és milyen ütemezéssel tudjuk a szállításokat ütemezni, vagy hát kielégíteni. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdés, ami az Optimo Care felhasználásával kapcsolatos. Hány alkalommal lehet kijuttatni az Optimo Care-t egy vegetációs időszak alatt? A napraforgó esetében ugye kétszer. Ahogyan említettük, mi elsősorban az első kezelésre ajánljuk. Itt a 0,7 liter per hektáros dózissal. És ugye a második kezelés ugye a virágzásban, ott az 1 literes dózis, ugye akkor már nagyobb a napraforgó, nagyobb felületet kell kezelnünk. Tehát ott a magasabb dózissal érdemes dolgozni, de az első és költséghatékonyság szempontjából a leghatékonyabb megoldás az az első 0,7 literes dózis. Nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül tartalmas konferencián vagyunk túl. Én biztos vagyok benne, hogy igen gazdag új ismeretekkel bővült mindenki a konferencia során, és a különböző előadások összefoglalására én most nem vállalkozom, de reméljük, hogy a konferencia valamennyi résztvevője megfelelő információkat kapott a napraforgó témában. Elismerésem és köszönetemet szeretném kifejezni minden előadónknak, akár itt a helyszínen, akár egy külső helyszínen történt előadásáért, és itt a Plexifalon túl a beszélgető partnereimnek, Tímár Bélának és Borsos Lászlónak, hogy a részvételükkel segítették a mai konferencia megfelelő színvonalát, és ezeket az információkat átadták nekünk. Én nagyon köszönöm minden résztvevő kollégának, vendégeinknek és a technikai munkatársaknak, hogy biztosították az online konferencia zökkenőmentes lebonyolítását. Bízunk benne, hogy minden résztvevő megfelelő képi és hangminőségben tudta követni a mai eseményünket. Kívánom, hogy még sok jó konferenciában legyen részünk, hiszen ne feledjék, a következő napokban még folytatódik online konferencia sorozatunk. 2 nap múlva, február 4-én csütörtökön 10 órától Fókuszban a Kukorica címmel tartjuk következő rendezvényünket, amelyre várjuk Önöket ismét. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a figyelmet! We'll be right back.